Munkagépek zajától hangos az elektronikai alkatrészeket gyártó cég Szent László Király utcai egykori telephelye. A tavaly ősszel megkezdett közel 1 milliárd forint összértékű munkálatok során 3 épületet korszerűsítenek, amelyeknek a jövőben teljesen új funkciót kell ellátniuk, mint korábban. Az egyik lesz a vívócsarnok, a másik lesz az asztali teniszcsarnok, a vívócsarnok alatt egy üzletközpont, és hát a cserkészház is elkészül. A legnagyobb épületrészben kap helyet a Vívó Akadémia, alatta pedig 11 darab üzlethelyiséget alakítanak ki. Ehhez kapcsolódik majd a cserkészház, amelynek elődjét teljes egészében el kellett bontani. Tőle északi irányban helyezkedik el a vasbetonvázas asztali teniszcsarnok, a hozzátartozó edzőpályával, gyakorlótérrel, valamint irodákkal és öltözőkkel. A beruházás célja egy közösségi, kulturális, valamint sportfunkciókkal gazdagodó városi terület létrehozása. Nagyon bízok abban, hogy az iskolánk tanulói is tudnak ebből a beruházásból erősen majd profitálni, illetve természetesen bízunk abban, hogy hát az olyan nagyon áhított tornacsarnokunk is majd valamikor erre a területre elkészül. Ez kvázi azt jelenti, hogy felszámolódik a régi EPCOSZ, eltűnnek ezek a csúnya ronda épületek innen. A szakemberek várhatóan őszre fejezik be a munkálatokat.